A Nyíregyházi Eötvös József iskola második alkalommal adott otthont a Torna megyei diákolimpia döntőjének. A megye több településéről 17 csapat és 2 egyéni versenyző érkezett, hogy összemérje tudását és ügyességét. A fiatalok fiú és lány kategóriában 4 korcsoportban mutatták be a kötelező gyakorlatokat. A fiúk talajgyűrű és ugrásszereken dolgoznak, a lányok gerenda talaj és szintén ugrás. Kisvárdától kezdve Nyíregyházáig elég sok helyről érkeztek a versenyzők, illetve a csapatok. A versenyzési lehetőség biztosítása mellett a szervezők az iskolák közötti kapcsolatok képítésére és a fiatalok közötti sportbarátságok elmélyítésére is nagy hangsúlyt fektettek. De a megmérettetés célja volt még a torna, mint alapsportág népszerűsítése az iskolák körében, illetve az utánpótlás bázis szélesítése a legügyesebb tanulók bevonásával. Nagyon fontos az alapozó sportág. Én azt mondom, hogy a torna olyan mozgáskultúrát, erőt, állóképességet, ízületi mozgékonyságot ad a gyerekeknek, aminek később bármilyen sportágban hasznát fogja venni. És nálunk nagyon pici korban kezdünk, hiszen óvodás korban kezdünk el a tornával foglalkozni. A mostani elsősök már második éve tornáznak nálunk. A létszám nem azt mutatja, hogy nagyon népszerű lenne, de a gyerekek egyébként imádják. Ez egy nagyon, nagyon munkás dolog a torna, nem csak a gyerek, hanem a testnevelő részéről is. Egyre kevesebben vállalják ezt a fajta munkát. Egy kicsit másabb, mint egy labdajáték, de azért egy-egy jó gyakorlatot, amikor a többiek is megtapsolnak, az nagy élmény a gyerek számára. A diákolimpián a dobogósok nem csupán érem mellettek gazdagabbak, hanem tovább jutottak a februári országos elődöntőbe is.